Sziasztok! Ez a videó egy újabb cselebere, amiből már három videónk is készült, ugye ez egy új sorozat, és ez már a negyedik rész, és nagyon szeretitek ti is, meg mi is, úgyhogy ez tök jó. És most úgy döntöttünk, hogy kettő táskát és kettő cipőt fogunk átcserélni, mert azért ezek mégsem ruhadarabok úgymond, szóval különlegesen. Igen, sokkal izgalmasabb is, mert találtunk olyan darabokat, amiket nem feltétlenül hordana a másik, úgyhogy úgy lesz az egész megcsinálva, hogy most kicseréljük. Egy hét múlva ugye újra találkozunk, elmondjuk a véleményünket a dolgokról, és meg is mutatjuk a képeket, hogy azokat a táskákat vagy cipőket mivel kombináltuk és hogyan vettük fel aznap. Ennyi lesz így a terv, úgyhogy akkor kezdjük. Jó. Táska nekem ez a kis fehér táska az F&F-től, ami igazából súlyban nyilván kicsi, de ilyen nagyobb eseményekre meg túl nagy, mert abban viszont túl sok férne bele, viszont esetleg, mivel Lina már jár néha dolgozni, szerintem oda tökéletes lenne, mert valami kis kaja, telefon, pénztárca, esetleg egy könyv, nekem elég sok minden belefér egyébként, úgyhogy szerintem ez nagyon praktikus és nagyon jól néz ki. A másik pedig a sulis táskám tulajdonképpen, amit nemrég vettem a Reserve-ben, és nekem nagyon tetszik, igaz, hogy szerintem nem gondolkoztam rendesen, hogy nekem mennyi tankönyvben van és hogy nem fog beleférni, de eddig mindig belefértem valahogy. És az főleg tetszik benne, hogy belül nagyon sok zsebe van, tehát van egy külön ilyen cipzáros, van benne még három zseb külön, meg itt kívül is van, és nekem ez fontos, mert különben összekeveredik minden. Egyébként nagyon erős is, és tetszik a színe is, úgyhogy egyetem rá, hogy nem kell sok cuccol igazából. Egy darab tizet nem pont be, akkor el leszek. Jó, nem van nagyon. Ugyanúgy én is egy kis táskát és egy sulis táskát választottam. Az első, az, amit a H&M-ben vettem, egy ilyen rózsaszín kis nagyon cuki táska, kb. Egy hónapja, szóval még, lehet, hogy még most is lehet venni, nem tudom. És két sima rekesz van benne, csat, és olyan a szíja, hogy ilyen hosszú, tehát egy ilyen kis változás, és bármi hétvégi programra vagy ilyesmire jó lesz, úgyhogy pont mint ez a fehér nagyjából így az alap dolgok, amikkel ennek beleférnek, úgyhogy nagyon imádom a színét. És a másik az a vicces, hogy nem is beszéltünk össze, de mind a ketten így a sulis táskáink közül a vajszínűt választottam én is, aminek van így a kis karpántja, ekkora maga a táska, belül is tök nagy. Ezt nem tudom megmondani, hogy hol vettük, mert szülinapomra kaptam egy éve, és újra pont van egy másik táskán is. Nem fog leszakadni, hogy nyugodtan pakol. Jól van a kés. Akkor most tőlem jönnek a cipők. Az első az egy szandál lesz, ami igazából eszembe jutott, hogy a pont a csereberének a kis részében ez van rajtam szintén. Mert ez egy olyan szandál, ami egy ilyen alap H&M-es szandál, idén vettem, de viszont nagyon jó az a meglepő, pedig én nem szeretem az ilyen úgymond alap szandálokat, amik ilyen semmi extra nincsen bennük, de iszonyú kényelmes. És nagyon jól bírt a nyarat, úgyhogy mivel még mindig nyári időjárás van, ezért én ezt tudom most Linának. Köszönöm. Ez szuper, mert én meg már nem terveztem a héten a suliba, a szandálba menni, úgyhogy most muszáj lesz, de nagyon meleg van, úgyhogy nem bejött. A másik az pedig egy pár cipő, ez a Nike cipőm tulajdonképpen, ami viszont egyáltalán nem meleg, tehát az a jó, hogy olyan az anyaga, hogy érzem, miközben megyek, hogy átfúj rajta a szél konkrétan. Iszonyú jó, úgyhogy ilyen melegben is teljesen jól megfelel, egyébként futáshoz is hordhatod, hogyha esetleg soha nem akarod, és nagyon kényelmes, úgyhogy ez a másik. Nem, pont azon gondolkodtam, hogy én tehát sportcipőm van, amivel futni szoktam, de suliba, még se a gimiben, se semmikor nem szoktam majd, hogy hétvégén se felvenni sportcipőt, mert valahogy ez ilyen túl sportos nekem, bármivel veszem fel, és nem tetszik magamon. Tehát így mások arányban van, de magamon nem, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy ezt igenis felveszem a héten a suliba, hogy akkor ráadásul nem is csak ilyen jó fekete, vagy fehér, vagy igen, jó színe is, úgyhogy igen. Annyira kényes, hogy olyan szandált adok, mivel már mennyire is van szeptember, még nagyon meleg van, ami ez a cipő szerintem már volt valamilyen lookbookban, egy kicsit ilyen magasabb talpa van, fekete-fehér, nagyon szeretem igazából, ezen a nyáron már nem sokat hordtam, mert lett egy új szandálom, és ezt jobban szerettem, de amúgy emlékszem, hogy amikor tavaly megvettem, akkor én imádtam, és mondjuk talapból magasabb vagy, de mindegy, nem olyan nagyon vészes a sarka. Úgy nem is vennék ilyet, úgyhogy ezért kíváncsi lesz. Igen, kicsit ilyen melészen. Igen. Valójában nem az én cipőm, hanem a húgomé. A Forever 21-ból vettem, még azt hiszem, hogy Bécsben, vagy rendeltem, én nem tudom. De ilyen tök jó kis fekete-fehér kockás mintája van, és ugye ez a... nem tudom, hogy nevezik, de... Egy hal. Hogy ez a nipa, nem?
Igen, slip-on. Tehát, hogy látjátok, hogy nincsen ilyen fűző. Nincsen fűző, csak így egy jó kis cipőke. És én is volt már, hogy párszor elcsaltam és hordtam. És amúgy nagyon-nagyon kényelmes és nagyon tetszett, de így nem az, nem teljesen az én tipőm, de nem baj, Fanninak ez most pont van, mert neki sem volt még soha ilyenje, úgyhogy... Igen, hát hasonlóan volt, de ilyen bőr, de azt nem szeretem, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Úgyhogy akkor egy hét múlva. Igen, egy hét múlva. Szóval eltelt egy hét, úgyhogy... Itt is vagyunk, és mindent szépen leteszteltünk, nagyon jó idő volt amúgy, úgyhogy szerencsére tudtuk a szandált is, mert mindent hordani. Van, most lett csak rossz idő. Így van, úgyhogy akkor kezdjük is a visszacserét. Kezdem akkor a fehér táskával, amit egyszer hordtam, ahogy beszéltük munkával, vittem magammal. És nagyon jó volt, mert sokkal, de sokkal nagyobb, mint ahogyan az látszódik. Tehát én azt hittem, hogy kamakadtam, hogy a pénztárcán belefér, és ahhoz képest belefért. A könyvem, az ebédben mindenféle ilyen kis apróság, ami így kellhet a napközben, szóval köszönöm, ez nagyon-nagyon jó volt. De az egyedüli, hogy a fehér az nem az én színem valahogy, mert mintha nem szoktak ilyen fehér dolgaim lenni, amik kiegészítők, és szokatlan volt így vagy így virított, bármit tettem, így virított maga a táska, de amúgy teljesen jó volt. Most én is szerencsére tudtam hordani ezt a kis táskát. A családdal utaztunk a hét végére, és akkor ebbe raktam bele a telefonomat. Egyébként ezzel is az volt a meglepő, hogy sokkal több minden belefért, mint gondoltam. Tehát az egyik reteszében volt egy könyv, volt benne pár toll, zsepi, készfertőtlenítő, telefon, fölhallgató, bérlet, minden, és még így összetudtam csukni. Egyébként szerintem azért, mert ez ilyen szép nyílós. Uh-huh. Szóval, hogy alapból ilyen lapos, de így szép tud nyílni az alját. Nekem nagyon-nagyon tetszett a színe, mert igazából nem ilyen harsány szín, tehát a több dologhoz megy, főleg, hogyha szürke, vagy fekete, vagy fehér. Úgyhogy köszönöm szépen, ez nagyon jó volt, bevettem. Következő táska még, majd kiszedem belőle a halmiaimat, mert ezzel érkeztem, szóval hát imádtam Paninak ezt a táskáját. Minden nap. Ja, jó, majd visszacsinálok. Szóval minden nap ezzel nálam így a suliban, és nagyon-nagyon tetszett. Nagy volt, kényelmes, minden belefért, mindent hamar megtaláltam, a színe is jó, szóval ezt csak dicsérni tudnám, úgyhogy tényleg ezt sajnálom is, hogy visszaveszed. Nagyon nekem sokkal több cuccom benne. Ezzel a táskával jártam suliba egy héten keresztül. Nekem ez egy kicsit nagyobb volt, mint a saját táskám, tehát jobban belefértem, és nagyon tetszett benne, hogy többre keszes, mindig az egyik oldalon voltak a tankönyvek, a másik oldalon meg bármi. Úgyhogy az egyetlen rossz dolog benne az a belső zsebek voltak, amik nem ilyen becipzározhatósak vagy lecsukhatóak, és hogyha eldőlt a táskám, akkor minden kiesett belőlük a táska belsejébe. De egyébként a mérete, meg a hosszú pánt az nagyon-nagyon jó. Ezt akartam mondani, hogy tiédről hiányzik ez a hosszú pánt. Igen, igen, ahhoz nem is lehet csatolni hosszút, az a baj, de ezen nagyon kényelmes volt, úgyhogy köszönöm szépen. Egyszer volt rajtam a szandál, teljesen kényelmes volt. Igazából erről nincs mit mondani, tetszett mind a színe. Elég alapszak. Igen, eléggé ez a tipikus hálnemes szandálka, úgyhogy köszönöm, ez jó volt teljesen. Én is kezdem a szandállal, ezzel a magas talhúval, és ebben ugye az volt a jó, hogy én magamtól ilyet soha nem vennék, és még soha nem is volt rajtam ilyen. És meglepően jó volt, mert igazából nem annyira magas sarkú, de mégis olyan érzés volt. És igaz, hogy így kb. Egy fejjel magasabb voltam mindenkinél, de úgy tetszett valahogy, olyan különleges volt az egész. Kicsit feltört a lábamat egyébként az első része, úgyhogy én kétszer hordtam, egyszer egy ilyen iszogatós estére, és egyszer pedig suliba. Erről is láthatok egy képet, hogy mivel állítottam össze, és egyébként a sulis táskával vettem fel. Nem hinném, hogy veszek ilyen, de egyébként erre a kis alkalomra jó elmény volt. És amúgy tudtál benne én a mesélni, szóval nem volt ez egy ilyen kényelmes lehetett, nem? Igen, tehát amúgy teljesen kényelmes volt, szóval fogta jól a lábam. Igen, mert amikor én is megvettem és felpróbáltam a boltban, akkor annyira emlékszem arra a pillanatra, hogy így lelöbbentem, hogy ebben ennyire könnyű állni. Igen. Aztán nálam a különlegesebb dolog az egész csereberében az a sportipő volt. Ezt így felvettem egyik nap, és hihetetlen volt, kényelmes, tényleg jól szerőzik, beleszerettem. Úgyhogy, hogyha máskor se kell, akkor csak szólj és viszem, nagyon jó volt. Meg a színe is, hogy tényleg nem, tehát hogy nem mondod el azt, hogy rikító, mert nem az, hogy oda van zaj tekinteted, de azért, hogyha ránézel valakinek, akkor kiszúrod, hogy tök jó a cipő, úgyhogy igen. Ez nagyon, nagyon jó volt. Örülök, hogy tetszett. Nekem a másik cipővel volt egy kis gondom, ugyanis liránál nem próbáltam fel pontosan, hogy mennyire lenne jó. A méret az enyém volt, viszont tehát ahogy belebújtam, nem is nyomta a lábon, viszont a sarkamat egyáltalán nem fogta, tehát hogyha léptem bele pár lépést, olyan volt, mint egy papus, tehát így kijött belőle a sarkam.
Úgyhogy igazából sajnos nem tudtam ezt külön helyre hordani, viszont azért csináltam hozzá egy összeállítást, hogy mivel vettem volna fel, vagy hogy néztem volna ki, hogyha ezzel mentem volna például suliba. Azt mondhatom, hogy ez a cserebere sikeresen zárult, mind a ketten nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, főleg, hogy új dolgokat is kipróbálhattunk, úgyhogy továbbra is várjuk a tippjeiteket, hogy még miket cserélgethetnénk egymás között. Ez az ötlet is egyébként tőletek származott, mindig nézzük a kommenteket, és hogyha találunk egy jót, akkor megvalósítjuk. Szóval csak hajrá, találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!